A mai napon ki fogjuk próbálni New York City híres neves 1 dolláros pizzáját, bizony 350 forint per szelet, a városban, ahol egy fél literes vizet 1000 forint alatt nem találsz. El is ugrottunk a Tubros nevet viselő legjobb értékelésű étterembe, aminek a kinézete nem volt túlságosan bizalomgerjesztő, de legalább előttünk rakták össze az ételeket, és a készpizzák eléggé frissnek tűntek, úgyhogy már csak az összetevők voltak kérdésesek, de Juan ott a háttérben úgy nézett ki, mint aki tudja a dolgát, úgyhogy bíztam drága testvéremben. Can I do one slice of the Hawaiian, please? Carlitos a felszolgáló rápörkölt még egy kicsit az én rendelésemre, hogy igazán incsiklandó és zamatos legyen, elcsomagolta nekem egy Gucci papírtasakba, és már mehettem is a dolgomra. Na de jöjjön az unboxing. Voilà, oh my lord! Ez az eredeti pizza teljesen rendben volt. Taste test. Egész okosan néz ki amúgy. Tarakák. Ez nem olyan rossz. Csenge taste test. Hány pont? 11. 1 dollárért. Ez 10 per 10. Wow. Megvan a vajok, majd elfogy a pénzem.